Eszedbe jut néha egy-egy fellépés kapcsán, amikor lejössz, hogy ehhez mit szólna? Hát hogy nem. Néha, fú, minden nap. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt az Egy Szóval, egy olyan interjú műsor, ahol mindenek előtt 12 villámkérdést szegezünk az alanynak, aki kizárólag igennel, avagy nemmel válaszolhat, de három passz lehetőséget is biztosítunk neki. A tucatnyi villámkérdés után néhány témát mélyebben is átbeszélek majd mai alanyommal, aki nem más, mint Kis Ádám. Ő jön. Ma is elvállalnád-e a Duma Párbaj című film főszerepét? Duma párbaj. Nekem minden filmemben van. Várj, igen vagy nem? Ja, bocsánat. Csak igen? Igen. Puzsér éles kritikát fogalmazott meg igen. Rólad. Puzsér Robert. Aha. Fontolóra vettél le bármit is? Nem olvastam el. Nem. 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 Látsz-e esélyt arra, hogy egyszer egy magazinban megmutasd a kislányod? Nem. Szerinted ott vagy az ország három legjobb stand-uposa között? Igen. Visszatérő mondás, hogy te lehetnél az új Fábri már mint televíziós tekintetben, ugyanakkor én úgy tudom, hogy nem vállaltál el egy late night show-t. Szerinted lesz olyan, amikor igent mondasz erre? Már nem. Nem. Felvetődött-e valaha benned, hogy kiszállj a Duma Színházból és a saját utadat járd? Igen, nem. Nem igen. Dehogy nem, nem dehogy. Egyszer egy pillanatra, de elsegettem. Van-e olyan sóder felvétel, sóderklubos felvétel, hogy ma már, ha tehetnéd, akkor letörölnéd mindenhonnan? Nem, 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 nagy rész azért vállalható. Nem. De nehéz ez. Rendben maradni három betűbe. Korán elveszítetted édesapádat, és én tudok olyan kollégádról, akinek az apukája jószerivel csak legyint a mesterségetekre. Tehát azt mondja, hát stand-upos. Szerinted, ha ő élne, akkor ez egy komoly szakmának tartana? Igen. Azt gondolom. Fábri Sándor a szakmai bálványod, ezt sokszor elmondtad. Ő köztudomásulag elég szűken méri a dicséretet. Érdemben, mondjuk az elmúlt 5 évben megdicsért téged? Az elmúlt 5 évben? Lehet, hogy nem. Te kis köcsög. Ha számít, akkor már ilyen. Hát, nem. Azt mondom, nem. Úgy tudni, hogy a Duma Színházon belül azért ez vitákat okozott, hogy beálljatok-e egy bank reklámja mögé, vagyis hogy exponáljatok magatokat. Te vívottál, hogy elvállald? Igen. Vívottam, igen. Tied volt az ország első egész estés One Man Show, ez az RTL Klubban ment. A két kereskedelmi órás, úgy érted. Így van, igen. Így van, két kereskedelmi már órás. És már volt több, ugye? Igen. Szerinted lesz ennél nagyobb dobásod? Egész hétvégés, vagy mire gondolod, emberre? Hétfőtől csütörtökig, nem tudom. Nem tudom, lehet, nem. Nem tudom. Most még ennek örülök, hogy ez volt, ez annyira friss, hogy nem látok ennyire előre. Előfordult-e olyan, hogy kollégád azzal szembesített, hogy elszálltál? Nem. Azt mondtad, hogy elvállalnád újra a Duma Párbajt. Most belemennénk a kérdésekbe, ezek voltak. Most már lehet. Azt mondtad, hogy ma is elvállalnád a Duma Párbajt című film igen. főszerepét. Pedig az nem volt egy siker. Történet, úgy emlékszem, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Hát a ti oldalatokról nem igen? volt az, vagy az Index szerint, de hát nekem életem legszebb 20x napja volt abból a szempontból, hogy igazi nagy játékfilmet forgathattam. És mikor visszanézted, akkor ugyanaz az érzés kerített hatalmába? Nem minden esetben, de az onnantól kezdve már nem az én tisztem volt. Ha fölkérnek két ilyen laza karaktert, akik nem színészek, és utána mégis kicsit irányítva vagyunk, hogy ne így, hanem úgy, az nekem ilyen visszás, hogy és aztán már belelazultunk a vége felé, és már olyan jók voltak a felvételek, hogy már mindenki vicceskedni akart, még Enci is, ugye, akinek konkrétan le volt írva, hogy, és már ő is így dobta el, hogy én is ezt akarok, hogy bármit mondok, csak
tehát mindenki maradjon ott, ahol, amit csinált, és utólag persze lehúzták. Az rosszul esett? Kicsit igen, persze, de na például ott megicsért Fábri, nem tudom mikor volt az umapárbaj, de például ott fölhívott telefonon, hogy menjenek ezek a vagy akik mind lehúzták, mert hogy ez egy szép film szerinte a halállal együtt, és hogy a temetkezés, meg a Coen fivérek jelenet, úgyhogy ne dumálj, mert én dramaturg vagyok, meg majd én beszélek, úgyhogy én így hallgattam. Egyébként, amikor Fábri téged fölhív, vagy bármilyen szituációban találkozol vele, és tudom, hogy elfogódott voltál te kezdetben nagyon, mai napig haktába vágod magad, amikor hív a Fábri? Igen. Tehát úgy ránézel, hogy basszus, most a Fábri hív. Mit csináltam? Mit akartam? Mert ahogy mondtad, hogy azért nem hív fel, persze, hogy újságban állik a szép napodban-e, hanem mindig valami, vagy valami kritika, vagy valami ötlet, vagy gyere már hozzák a kamaréba, hát izé, rég voltál. De ugye nekünk a nagyon összetett a kapcsolatunk, tehát hogy nekem ez a nagy, tehát ez a tisztelet az a mai napig megvan a bával, Sanyi bá, hiába tegezem, de nem tudom sanyizni. Sanyi bának hívod? Sanyibázom, szia Sanyi bá, mert néha sanyizom, de akkor így észreveszem magam. Nekem ő a kasszusz bellim, tudod, uh-huh. a kis Ádámot kirobbantó ok, és én ezen valahogy úgy, nem tudom így lesanyizni, nekem úgy mindig ott marad a bá, ez a tisztelet jelen. Úgyhogy haptágba vágom magam, abszolút. Kritizálni, minek kapcsán szokott téged kritizálni, ha kritizál? Hát, nem rémlik, műsor volt erősebb összlemem a kabaréba, amit aztán végül is kivágtak. Nagy szívfájdalmamra az Orbánatos balladából egy pár részletet, ami akkor nagyon forró volt. A vakkomodorostúl, mindenestül, nem tudom, emlékeztek arra, mindegy. Szóval ott egy kicsit összekülönböztünk, hogy miért vágtátok ki Sanyi bácsi, hát ide írtam fiókba, ne dolgozzak már. Ez a legutóbb, ezt mondom, ez ilyen 13 körülbelül, tehát többre nem emlékszek, mikor így kritizált volna. Rávágtad arra a kérdésre az igent, hogy ott vagy az ország első három stand-uposa között. Szerintem ki a másik kettő? Fú. Tibike, of course. Tehát Bödöcs Tibor. Igen. És hát itt nagyon nehéz bármit mondani, nyilván Kőhalmi és Hatházi és András Péter is rettenetesen jók. Én ezt úgy mondtam, hogy mind egy eladásban, mind szereplésben, mind az elmúlt 15 évben vagy fennmaradásban szerintem ott vagyok. Lehet, hogy egyszerűbb a műsorom, mint a Tibikéjé, de ott vagyok, tehát tömegcikk vagyok inkább, mint hogy ilyen egyszerűbben fogyasztható, azt csak abból is látom, hogy a 20 éves fiú mellett ott ül a 70 éves nagymamája szinte minden esetben, minden este. Tehát ez a tini lányok kedvence, ez olyannyira elmúlt, hogy tényleg középosztálytól jönnek. És én ennek örülök, ilyen megtört őszi estéken munkából kijövő kabátot se veszem le, tudod, nézőket kinyitni, mint egy májkrémet. Kókuszt akartam, de Magyarországon vagy kibontani, mint egy májkrémet, és nekem ez a valami, vagy engem ezt tart fent, hogy... Ugyanakkor gyakran elmondod, ha Bödöcs szóba kerül, hogy noha az én műsorom egy picit egyszerűbb. Igen. Ez téged zavar? Nem, csak valahogy azt érzem, hogy nem zavar, mert ez van, tehát ezt választottuk az elején, nyilván Tibor háttértudása és magyar szakja is azért sokat dob én nem jártam ilyesmikre, én közgázat végeztem, de hát azt hagyjuk. Tehát a sokrétűségét, a mélységét, az intellektuális muníciót említed, amikor azt mondod, hogy a tiéd egyszerűbb? Csak hogy értsem. Aha. Hogy én nem szoktam idézni, én nem megyek bele abba, hogy ilyen nagy életkérdéseket nem feszegetek, tehát politikát is épp, hogy érintem, én tényleg szórakoztatok, tehát
és ez most nem ilyen bentegetőzés, de én tudom, hogy hol vagyok Tibikéhez képest. Tehát ez szerintem egészséges, ha az ember látja a viszonyait. Tehát nem hogy féltékeny vagyok rá, hanem motivált. Tehát nekem semmilyen nem lesz több néző a fellépésemen, ha én most haragszok rá, vagy fordítatok. Uh-huh. Ez egy demokratikus műfaj, az emberek odaülnek be, ahol, amire akarnak. Tehát... Ő hogy viszonyul hozzád? Kellő elismeréssel? Hát, ha azt nem is, de vagy nem tudom, ezt így, hogy ne mondjam ki. Jóba vagyunk, barátok vagyunk, jó a kapcsolatunk, 10 éve, ő volt az első, nem Fábri Sándor, aki a falujáról mesélt, és akkor nyílt ki bennem valami, hogy ilyet én is tudnék, tudok. Vannak itt más vicces emberek is, akik nem Fábri Sándor nevet viselik, hoppá, ré van. Nem tudom, hogy néz rám, ezt majd tőle kérdez meg, de remélem nem lenézően. Tehát ha lesz alkalma, meg fogom tőle kérdezni. Beszélgetni. Ha már Bödőcsöt említjük, ugye ő volt az, aki ott hagyta a Duma színházat, és azt tudomásom szerint azért okozott ideig, óráig törést, hogy akkor hogyan tovább. Arra a kérdésre, hogy te elgondolkodtál-e azon, hogy Tibor útját kövess, nevezetesen, hogy saját magad folytatod, elgondolkodtál rajta, egy pillanat során azt mondtad, hogy átsohant minden. Igen. Az felidézhető, hogy az mikor volt? Szerintem nem volt egy ilyen fontos pillanat, csak láttunk erre példát, és felmerült bennem is, de én a Duma Színházzal együtt jöttem létre, én Litkai Gerinek nagyon sokat köszönhetek, a mai napig ilyen mentor kapcsolatunk van, és láttam, hogy Tibike is azért küzdött az elején rendesen. Tehát annyira monopol a Duma Színház, hogy ott nehéz mellettük, ugye akkor már Duma Színház helyszínre nem mehetsz, blablabla, bla, bla, tehát ez egy kialakított rendszer 100 helyszínnel 10 éve, és aztán Tibike is visszajött, annyira jó az élet Duma Színház nélkül, igaz vendég előadó, tehát ilyen féllábas, de bebizonyosodott, hogy nem éri meg annyira. Neked a kísértés honnan jött? Most nem arra vagyok kíváncsi, hogy ki volt az, aki azt mondta, hogy Ádám hajdott, hanem a függetlenség iránti vágy, a pénz, a siker, mi volt az, ami... Hogy... Ezek, mikor benne vagy valamiben sokat, és akkor így oldalról nézed, aki meg nem, ugye, de ez most tök mindegy, hogy sétálsz a körúton is, vágysz a villamossal, vagy tök mindegy, tehát hogy az, ami nincs, azt akarja mindig az ember, de tudni kell értékelni, ami van. Nyilván kockáztatott Tibor, tehát ez respekt. Te például ezt elmondtad Gergőnek, Litkai Gergőnek, hogy ilyet forralsz magadba, vagy úgy vívott? Vagy idáig nem jutott el a történet? Idáig nem jutott el. Nekem ez, hogy lett egy ilyen, hogy Duma Színház az, hogy Litkai vezetésével ilyen keretek közé raktuk ezt, hát erre vágytam, én ide tartok, csak még nem is tudok róla. Úgyhogy felmerült persze, de elsegettem. Tehát tök jól el vagyunk, sőt, szuper a kapcsolatunkra mennék. Ne, én nem is biztatni akartam senkit. Neked sincs, nekem sincs. Van. Nem egy nagy költségvetés. A 10 milliós vázák között egy pohár vizet lehetett volna. Intézünk mindjárt. Ha akarsz reagálni, akarsz, ha nem, tiszteletben tartjuk, ugye az első kérdések egyike az volt, hogy Puzsér Robert éles kritikát fogalmazott meg veled kapcsolatban, te fontolóra vettél-e bármit, erre te rávágtad, hogy nem. De miért nem? Mert nem olvastam el. Aha. Mai napig. És azt elmondod nekünk, hogy miért nem olvastad el? Nem vagy rá kíváncsi, hogy félted magad annyira, hogy nem akarom fölhúzni magam. Mind a kettő, aha. Tudom, hogy Robi ilyen, meg már volt egyszer egy 13-ban egy csörtéje, amit aztán később kiderült, hogy felkérésre írt. Kinek a felkérésére? Hát a show business világának. A producer uram felkérésére, hogy jött hozzánk a Sóderklubba is, hogy kicsit az állóvizet mielőtt jössz. Tehát már magyarul műbalhé volt, amit a te főnököd gerjeszted, ezt állítod? Végülis, ja, az nagyon az fájt, és ez a produceremtől fájt, hogy oda baszott, mint egy csontot. Akkor mi volt az? Miről szólt az a kritika? Ja, hogy szar vagyok erről. És az egész stand-up szar, Bödőcsös Műkő, Halmistúl, mindenhogy szar. Tehát az irány szar, ez volt a Robi, ami nem így van. Tehát nem fekete meg fehér minden szerintem. Plusz
plusz ne ő mondja már meg, hogy mi a szar, tehát egy történelem tanár, ha jól tudom. De ilyenkor te fölhívod őt? Dehogy hívom. Nem. Isten őriz. Miért hívnám? Kovács Kristófot se hívtad fel, a producered, akiről beszélünk? Kovács Kristófot felhívtam, hát figyelj, nagyon, ez volt az első gyomros nekem, hiába voltam 5-6 éve már a médiában. Minket mindig szerettek, tehát nem volt egy ilyen módszeresen darabjaira szedett anyázós kritika. És valahogy ott az beütött, és akkor a producer elhívott a Dérinébe, hogy ígyunk egy kávét, és közben a Robit is elhívta, hogy ígyunk egy kávét, de mi ezt nem tudtuk, hogy mindkettőnket. És ott mi találkoztunk, és egy teljesen normális ember volt a Robi, nekem ez volt a döbbenet, hogy azt hittem, hogy hozza ezt a habzószájú, nem. Hogy annyira nem is nagy szar ez, neki Six egyszerűt elküldte a anyjába, és ő az én Six-em akart lenni, aki engem elküld a anyjába, és hát én erősebb leszek. Mondta ezt ő? Igen. És én így kavartam a kárét, hogy hát kösz, Robi. És tényleg erősebb lettem. Tehát, igen? Hát igen. A kritika tűrő képességed lett nagyobb? Igen, igen. Hát ő azért fekete öves. Igen, hát, igen. Ha összeállsz, tehát ezek után már és akkor most nem tudom, mi volt megint a... De most nagyon nem engedett, mert így, és ugye nem reagáltam. Na, ez volt a fegyverem. Én már annyira tudtam, hogy ezt várja, hogy annyira van narcisztikus, hogy leszartam. És ez kikészítette. Tehát nem, hogy nem reagáltam, hanem a mai napig egy betűt. Nyilván tudom, hallottam. Ugye ez a DTK-ban elmondottakról szól talán utoljára, a Détót Krisztus Elviszlek magammal című műsorán volt a vető. Családomra, a gyerekemre. Az egy másik volt, igen, hogy te influencerként kiárusítottad a nagypapádat, igen. Akkor ez volt a vád. És akkor ilyet hallottam, hogy a nagypapám konyha útorát fikázta, tehát hogy ez nem értem, hogy ez hogy jön hozzám, hogy vegyek már egy rendes konyha útort a nagypapámnak, mert nem tudod, tudjál, Robi, hogy 88 éves emberek nem érzik jól magukat modern bútorok, vagy érted? Apropó, a házat azt én vettem nagyapámnak, tehát ha már itt tartunk, nem tudom, vette Robi házat bárkinek a családjából, de most nem akarok ebbe belevenni. Persze, ne őt. Nekem ez fájt, hogy jön ide a két legvétlenebb családtagom, egy 2 éves és egy 88 éves, meg azért ugott bele, gondolom, már ez a harmadik, negyedik kritika volt egy héten belül, hogy hát erre már csak előbújok. De te nem. És egyébként azóta... Semmi leszartam. Nem is találkozhatok. Tehát még egy ilyen békítési vagy összehozási kísérlet nem volt Kovács Kristóf részéről. Tüske marad benned egyébként Kristóf irányába? Marad, de ki jött már elmúlt. Tehát mai napig jó kapcsolatot ápolunk. Sikerre halmozunk tényleg. 2005 óta dolgozok neki. Még Schröder előttől. Tehát... ott az egy jó pár évig így szurkált, hogy ja, ez így megy, akkor jó van, felszívom magam, de azért Robival nem találkozunk ez ügyben. Még két témát érintenénk, az egyik az édesapád témája volt, ugye azt kérdeztem tőled, hogy vajon hogy ő élne ezt a mesterséget, a stand-upolást, amire sokan legyintenek, hogy hát ez egy mi haszna mesterség, kiáll, vicces gyerek, jókat igen. Mond, megtapsolják, aztán keres vele. Hogy ő azt mondtad, hogy erre ő nagyon bólintana, hogy ez valami? Én azt gondolom, hogy igen. Mert a humor az mindig is egy fontos területe volt a kapcsolatunknak. Eszedbe jut néha egy-egy fellépés kapcsán, amikor lejössz, hogy ehhez mit szólna? Hát hogyne, néha, fú, minden nap. Minden nap? Igen. Valami egy nap, valami mindig, valami. És most van 15-6 éve, hogy nincs velem, tehát lassan annyit éltem most már nélküle, mint vele. És ugye az első 16-ot éltem vele, ami meg hát egy kibaszás, mert 7-8 évesen nem ülsz le apáddal. Igen. Még 14 évesen is én mentem focizni, amikor ő ott nem tudom, filozófia könyveket bújt, vagy tehát most sokkal jobban kapnám el egy-egy interjúra. Mikor hiányzik? Milyen helyzetben a legjobban? Hát... mondjuk nagypapai minőségébe? Talán az a legjobb. Inkább szellemi minőségében, hogy megdumálni a dolgokat,
vagy csak mi hogy történt, vagy hogy kellett volna, ú, ebben nagyon-nagyon jó volt. Tehát gondolkodni, tervezgetni több évre előtt. Tehát, hogy ebben a formátumában, hogy minden szempontból jó lenne, ha itt lenne, ezt ne is menjünk ebbe bele. Ő tudta azt, hogy te humorral szeretnél foglalkozni? Hát igen, csak akkor ezt még így nem mondhattuk ki, mert 17 voltam, mikor elment, és ő már látta, hogy én Fábrinak írtam, meg érezte ezt az egészet, ugye iskolarádiót vezettem, újságcikk, tehát mindig valami pici fórumom nekem kellett, hogy valami szócső legyen, és ezt nagyon támogatta, még a Kodolányira is egy versenyre neveztünk, valami eszé, már nem emlékszem, és utána borzasztó hirtelen elindult ez a horror film, és akkor már nem emlékszem a részletekre, hogy tehát ő föllépni egyszer sem látott soha. És ez is például így azért úgy, vagy idegen emberek meg ezerszer látnak egy évben. Tehát, hogy ez olyan, de egy kicsit a barátai, meg a közös ismerőseink, azok mindezt mondják, hogy egy kicsit jött velem tovább. Úgyhogy itt vagyunk. Így ketten. Ketten. Igen, másfelem, vagy nem tudom, hogy mondjam. Hát kislányom a 3 éves, és most kezdődik, hogy az ki. Mondjuk egy fotón azt nem tudom még, hogy az mi lesz, hogy azt mit mondok, hogy ő hol van, vagy hol nincs. Hát akkor magadnak is választ kell erre adni, nem? Tehát, hogy még itt el sem jutottam ide az előző kérdésedhez, hogy nagypapai minőségben nem fair nekem ez még a mai napig. Persze már túl vagyok a dühön, már túl vagyok a mindenem, de még azért mindig ott tartok, hogy azért 5 diplomával, 44 évesen, nem már olyan kerek volt, olyan, tehát az ilyeneknek nem illene, nem szoktak, nem fair. Annyi gonosz, rossz ember van, vagy nem tudom, most ez nagyon demagóg, de tényleg, és ez 10 éves koromtól, ezen így azért, ez a miért korszak, hát ez nem tudom hány év volt, 6-7-8 biztos. Most már azért nagyon sok esetben így felfele görbül a szám, ami tényleg 15 év meló volt, hogy így magamba. Vagy ha mondjuk rágondolok, akkor már tényleg valami pozitív jut eszembe. Fú, és már ez is jóval több, mint amit én erről szoktam. Amit köszönök is. Köszönöm a őszintességet, a bizalmat. Egyetlen kérdést engedjünk meg, azt mondod, hogy oly sok mindenre nemet mondtál, arra is nemet mondanál, mondtad te, hogy megmutasd valahogy a kislányod képét valamelyik újságban. Ez szemérem, a bulvártól való távolságtartás, vagy egész egyszerűen ez csak rátok tartozik? Ez mind. És ennek minden permutációja. És tudom, hogy megy nálunk, hogy valaki híres, akkor illik bulvárlapokon pózolni, meg eladni sok pénzért a gyerek életét, de én ezt nem. Ahogy a feleségemmel sem kezdtem ezt el 15 évvel ezelőtt, és egyértelmű volt, hogy a gyerekkel sem, tehát ő ne miatt legyen pár hónaposan, pár évesen, ne indöntsem már a feje fölött, hogy mit, milyen mutatgató mögöttet. Rajtad nagyon sokat változtatott? Szerintem igen. Lehet, hogy nem nagyon sokat, de nagyon vártam, meg már előtte beváltoztam szinte. Milyen értelemben? Hát, hogy így belassultam, tudod, hogy fontos prioritás. Tehát lesz valaki, aki fontosabb, mint te magad. Te ezt korábban nem tudtad volna elképzelni? Hát nem. Nem azért, mert hogy én hú de fontos vagyok magamnak, de hogy tényleg akiért mindent. Tehát kiteljesedett az életem, és persze sokat hallottam, hogy a gyerek az majd rendbe rak, meg jó lesz, de olyan lelki töltet, olyan hogy én ezt nem szeretném egy újságcikkel.
Tehát ő meg az anyja barátságosan sétálhat bárhol az országban, és ez megfizethetetlen. Én ezt választottam, és egyelőre jó iránynak tűnik. Lekopom a 10 milliós asztalon. És köszönöm, hogy velük kivételt tettél, és ilyen mélyre mehettünk, és őszintén. Köszönöm szépen.